Mindenki sok szeretettel köszöntök! A mostani rövid videóban meg fogjuk nézni azt, hogy az SQL adatbázisok kezeléséhez, az SQL nyelv elsajátításához eddig felhasznált DB Browser for SQLite alkalmazást hogyan lehet kibővíteni, hogy tél adatbázisokkal kapcsolatos lekérdezéseket is tudjunk a segítségével megfogalmazni és végrehajtani magát ugye a SQLite adatbázisok kezelésére leginkább ajánlott ingyenes szoftvert a képernyőn látható oldalról lehet letölteni. Igazándiból nincs is más teendünk. A következő fő lépés pedig az, hogy bővítménnyel ki kell terjesztenünk ennek az alkalmazásnak a képességeit. Ez Windows 10 rendszeren azért bizonyos informatikai készségeket igényelni fog, és a következő weboldal meglátogatása szükséges. Természetesen ezeket a linkeket, amiket bemutatok a videóban, ki fogom gyűjteni, hogy könnyebben föl lehessen majd keresni mindenki számára. Az első nagyon fontos dolog, hogy az SQLite adatbázis kezelő képességeit, hogy téradatbázisokat tudjon kezelni, az úgynevezett Specialite ö, bővítménnyel kell ö, kibővítenünk, ö, ellátnunk, hogy ugye ezeket az adatbázisokat kezelni tudjunk. Maga a weboldal, ahol a bővítmény és a hozzá kapcsolódó dokumentáció megtalálható, az ezen az URL-en található, kereshető fel. Erről majd a továbbiakban, más videóban fogok bővebben beszélni. Most ezzel ne foglalkozzunk. Ami nekünk fontos, hogy itt ezen a weboldalon két közvetlen linkünk van, amiről le tudjuk tölteni azokat a DLL-eket, fájlokat, amelyekkel ki tudjuk az alkalmazás képességeit terjeszteni. Fontos, hogy vegyük figyelembe, hogy 32 vagy 64 bites alkalmazást töltöttünk le, ugye a DB Browser for SQLite alkalmazásból, annak megfelelően kell itt az adott fájlokat, DLL-eket letöltenünk. Én 64 bitessel dolgozok, ezért ezt az állományt kell letölteni és ugye maga a Mod, Mod Specialized-nak is van egy verziója, 4.3-as, ez egy elég régi, de stabil verzió, tehát ezzel fogunk majd a kurzus alatt mi is dolgozni leginkább. Tehát az első lépés, hogy ezt letöltjük. Az útmutató, amit angol nyelven olvasható a képernyőn, két lehetőséget kínál fel, hogy ugye a szoftver megtalálja ezt a bővítményt. Én a második, talán egyszerű butat ajánlom a hallgatóknak, mégpedig azt, hogy abba a mappába, ahova telepítettük a DB Browser for SQLite alkalmazást, ugye attól függ el, hogy 64 bites vagy 32 bites alkalmazással dolgozunk, másoljuk be a letöltött, tömörített állomány tartalmát. Na, akkor ezzel kezdjük is el a munkát. Én már kitalloztam az alkalmazásomnak a elérési útvonalát, a egyik oldalon, az egyik ablakban ez látható, Belépek ugye a DB Browser for SQLite alkalmazás mappájába itt vagyunk. Másik oldalon pedig ugye a bővítménynek a tömörített ö, állománya látszik, mind a kettőre van töltve az én gépemen. A 64 bites állományt ki fogom tömöríteni, a kitömörített mappána pedig a tartalmát egyszerűen át fogom másolni a DB Browser for SQLite alap mappájába. Ctrl-C, Control V. És elvileg működnie kellene, de hát az útmutató szerint Windows 10 környezetben nem fog. Most nézzük meg, hogy mi történik, ha az alkalmazást elindítjuk. Csináljunk egy tesztadatbázist. Jó táblákat most nem hozunk létre. Ezután bemegyünk a Tools menübe, és betöltünk egy bővítményt. Kiválasztjuk itt is ugye a alkalmazás mappáját, és itt van a mód alulvonás Spatialite DLR. Kiválasztjuk, megnyitás. És kaptunk egy hibaablakot, hogy nem tudta betölteni a bővítményt. Nos, ezért kell visszamenni a githubos oldalra, és tovább folytatni a leírást. Jó, megkaptuk a hibaablakot, a figyelmeztetést, és akkor a következő feladatunk, hogy ki kell törölnünk ezt a dielet a alkalmazás mappájából, tehát töröljük ki. Jó. Le kell töltenünk megint állományokat, vagy itt van egy közvetlen link is. Én egyébként ezeket már letöltöttem, tehát most nem fogom még egyszer letölteni. Most folytassuk a hármas ponttal, ugye ki kell csomagolnunk a letöltött állományt. Én ezt már itt előkészítettem. Majd át kell másolni a kicsomagolt állományokat az alkalmazás mappájába, és ott pedig át kell nevezni a ugye újonnan letöltött DLL fájt, ez a névre, ami itt látható. És ha újra megpróbáljuk betölteni a modult, akkor valószínűleg már nem kapunk hiba üzenetet. Tehát én ezt már itt előre elkészítettem. Ctrl-C, Ctrl-V, bemásoltuk, visszamegyünk az alkalmazásba, megpróbáljuk megint betölteni a modult. Tadám, a modul sikeresen be töltve. Nagyon jó, Kérdezzük le a Specialite bővítménynek a verziószámát. Select, Specialite, alulvonás, version. Ez egy függvény, záróje, nyit, zár, pontos, vesző. És futtat, és itt alul pedig látható az eredmény halmaz. Visszatért a függvény. A verziószáma 4.3.0, a verzió tehát ez a legutóbbi stabil verzió, tehát most már a DB Browser for SQLite alkalmazás is képes téradatbázisokkal kapcsolatos lekérdezések megfogalmazására és futtatására, például egy poligon területét is visszatudja adni. Erről majd későbbi videóban majd ö, fogunk beszélni, ö, és megnézzük, hogy ez ténylegesen hogyan is történik. Köszönöm szépen! Ennyit szerettem volna ebben a videóban megmutatni, és akkor innen fogjuk folytatni. Sziasztok!